változatos volt nagyon ez az elmúlt másfél-két év lassan. Nagyon gyorsan eltelt az idő, nagyon sok minden történt a csapattal velünk, és igazából vannak céljaim még a Ferencvárossal, nagyon sok is, úgyhogy ezért gondoltam úgy, hogy szeretném folytatni. Úgy gondolom, hogy csapatcentrikusabb lettem, legalábbis próbáltam, és ezen még dolgoznom kell, de úgy gondolom, hogy igyekszem a csapat életében még jobban részt venni, mint másodszámú csapatkapitány, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben sikerült változnom. Tavaly is rengeteg munkát beletettünk abba, hogy sikeresen szerepeljünk a Bajnokok Ligájában, de még egy ráadás kellene a csapat részéről, és akkor sikerülne. Én nagyon boldog vagyok, hogy újra hosszabbíthattam a Ferencvárossal, nagyon jól érzem itt magamat. Szerintem nagyon nagy célokért küzdünk, és úgy érzem, hogy ezeket most együtt el tudjuk érni. Az utóbbi egy-két évben már egyre több fontos meccsen is tudtam pályára lépni, ami nekem nagyon nagy dolog, és nagyon örülök, hogy ezeket a lehetőségeket megkapom, és remélem, hogy a jövőben is minél több meccsen tudok pályára lépni a Fradiban. Úgy érzem, nagyon jó a közös munka a kapustában, a Barbie-val, jól kijövünk, tudjuk egymást motiválni, és ezáltal mind a ketten sokat tudunk fejlődni, hiszen egymás konkurenciái vagyunk, úgyhogy szerintem egymásra jó hatással vagyunk. Azért éreztem úgy, hogy érdemes folytatni, mert ez egy kimagaslóan jó szezon szerintem a csapat életében. Akár a gólokat tekintve, akár a mérkőzések eredményeit. Igaz, kiestünk a kupából, ami egy mély törés volt szerintem a csapatnak, de ezt megbeszéltük, és ebből is erősebben tudtunk felállni, ami a következő meccseket is mutatta, hogy a haladás ellen ugye vereségből szépen felálltunk kétszer is, és nagy arányú győzelemmel tudtuk zárni a mérkőzést. Úgyhogy ez is csak arra ad visszaigazolást, hogy milyen erősek vagyunk most, és hogy szeretnénk elérni az idei évben is a fő célunkat, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ezáltal kvalifikáljuk magunkat a Bajnokok Ligája selejtezőjébe. Nehéz azért felkészülni egy Bajnokok Ligája selejtezőre. Ehhez próbálunk edzőmeccseket lekötni a bajnoki mérkőzések mellé, nemzetközi csapatokkal, akik már tovább jutottak a BL-be, vagy mindig ott vannak a tűzkeresztben. Szerintem ezekkel a mérkőzésekkel kiegészítve fizikálisan és taktikailag el tudunk jutni arra a szintre, amivel sikerül megugorni ezt a lépcsőfokot, hogyha oda kerülünk a selejtezőhöz.